hol kezdjem? Szakedző, ez az alapfelvetés. A társadalmi egyetemen végeztem szakedzőként, erőnléti edzőként. Majd pedig, hát nem az erőnléti edzés irányába indultam el, hanem a testépítés és fitness volt az, amiben én igazából ki tudtam teljesedni. És azért vagyunk mi most itt, mert itt van az én kis csapatomnak egy része, ugye ez a Gorillas Body and Power Team, ahol testépítők és fitness versenyzőket versenyeztetünk. Én azért szoktam azt mondani, hogy a testépítő sport az egy nagyon szép és komplex és összetett sport, mert nagyon sok sportágnak az alapját tudja képezni a súlyzós edzés, illetve az ide tartozó táplálkozási rendszerek, módszerek, amiket alkalmaznak ezek a sportolók. Ahhoz, hogy a sportteljesítményünket maximalizálni tudjuk, ahhoz maximalizálnunk kell a táplálkozásunkat is, lehetőleg a jó irányba. És ez az a része a dolognak, ami szerintem egyébként nehezebb, mint maga az edzés. Tehát 24 órában sportolónak lenni, vagy hobbi sportolóként is odafigyelni mindenre, az sokkal nehezebb és nagyobb erőfeszítést igényel az embertől, mint az, hogy lejövök és akkor másfél órát mozgok. Az mindenkinek megvan, itt van az edző, segít, motivál, de a táplálkozás az egy kemény kérdés, mert ahogy kilépünk a teremből, már nincs ott felettünk a kontroll, és sajnos nagyon sokan elcsúsznak ezzel a táplálkozás dologgal, és ez csak egy része, mert a mit, mikor kérdésre, tehát hogy mit együnk, mikor együnk kérdésre, pedig még az edzők között is kevesebben tudják a választ. Az első számú étrend, vagy akár egyetlen is, aki nem akarja ugye túlzásba vinni az étrend kiegészítők használatát, de a vitaminokra mindenképpen szükségünk van. Ahogy hallottátok, beszéltünk a C-vitaminról, a cinkről, a kálcium-magnéziumról, a D-vitaminról. Ezek az alapok. Ez olyan, mint amikor egy házat építünk, és megássuk az alapját a háznak. A szervezetünk, a sportteljesítményünknek az alapját a vitaminok és ásványanyagok képezik. Ugye első körben mindenki szeretne sokáig élni. Hát ez egy elég jó cél, én azt gondolom. Ehhez a táplálkozásunkkal nagyon sokat hozzá tudunk tenni. Tehát ma, amikor ilyen óriási stresszben éljük az életünket, mert próbálunk fennmaradni a, majdnem csúnya szót mondtam, de a víztetején, egy ezbetű szót akartam mondani, minek a tetején, de a víztetején próbálunk fennmaradni, küzdeni kell, rohanni kell egész nap, és bár a gyors ételmek egy jó megoldást kínálnak a számunkra, beugrom, megveszem, ott vannak a péksütik, minden ilyen dolog, minden utcasarkon van egy pékség, be lehet térni, lehet venni valamit. Reggel a napomat elindítom két kakaós csigával, és itt kezdődik a hiba. A tested nem tudja, hogy hány óra van. Tehát, hogy 5 óra 59-kor még megehetem, 6 óra 1 perckor már nem ehetem meg. Mi van akkor, ha valaki éjszakára jár dolgozni, akkor ő ne is egyen? Tehát ez a 6 után nem eszek, ez egy téves koncepció. Itt az a lényeg, hogy mit nem eszek már a lefekvéshez egyre közelebb. És azért direkt nem mondtam, hogy 6 óra után, mert ki mikor fekszik le. Én szerintem egy sportoló azért készül, hogy a maximumot ki tudja magából hozni, és ez az eredményekben is megnyilvánuljon. Tehát az, amikor nálunk is a sportolók készülnek, és belecsalnak a kajatervükbe, az étrendjükbe, akkor igazából ők saját magukkal csesznek ki, nem velem, mint edzővel, hát engem. Én elmondtam, mit kell csinálni, ő tisztában van azzal, én tudom azt, hogy mit lehet tőle elvárni, de ha nem csinálja meg azt a munkát, akkor saját maga eredményeit rontja, saját maga munkáját nehezíti meg, saját maga munkáját hátráltatja. És nekünk edzőként, akár versenysportról, akár hobbi sportról beszélünk, nekünk van egy ilyen nevelési feladatunk is, hogy edukáljuk az embereket arra, hogy egészségesen kell táplálkozni, hogyan kell egészségesen táplálkozni, a sportolókat meg arra, hogy mennyire fontos a számukra a professzionális sporttáplálkozás azért, hogy maximalizálni tudják a teljesítményüket. Szokták azt mondani, hogy 30% kaja, 70% edzés, én erre azt mondom, hogy 100% kaja, 100% edzés, csak így működik, és 100% pihenés, és erre szoktam mondani mindig azt a példát, hogy a teljesítményünket, a fejlődésünket, azt tekintsük egy ilyen háromlábú széknek, ami ugye kis három lábán szépen megáll. Az egyik láb a táplálkozás, a másik láb az edzés, a harmadik láb pedig a pihenés, regenerálódás. Ha valamelyik lábat elveszem,
Akkor nem áll meg a székem. Tehát itt mindennek rendben kell lennie ahhoz, hogy versenysportolóként is a maximumot tudjuk hozni, és hobbi sportolóként is a maximumot tudjuk hozni. A kedvencem, amikor ugye az edzőtermekben mennek ezek a motivációs videók a különböző tévéken, ugye, hogy motiválják az odaérkező embereket is, és akkor mondják a vendégek, hogy ó, de jó lenne úgy kinézni, mint az a lány, és akkor rámutat egy IFBB Pro Bikini versenyzőre, aki az élete ez a sport, és abból él, ahogy ő kinéz, és akkor ilyenkor átfut az agyamon, hogy hát igen, csak hogy ő annyira professzionálisan táplálkozik, hogy tehát, hogy ha te úgy akarsz, oké, ha úgy akarsz kinézni, akkor azt kell csinálnod, amit ő csinál. Ha úgy akarsz kinézni, mint nem tudom én, Rubint Réka, akkor annyit kell edzened, és úgy kell táplálkoznod, ahogy ő, bármennyire is megosztó az ő személyisége, attól függetlenül azért a munkát ő is beleteszi abba, ahogy ki kell, hogy nézzen. Nagyon jókat lehet csinálni az egészséges alapanyagokból. Tehát bármi, és tehát higgyétek el nekem, hogy akár egy töltött káposztát is meg lehet csinálni egészségesen. Darált marhából, rizst teszek bele, kókuszsírban készítem el, káposzta, jó, tejföl, oké, nem rakok rá, ennyi. Nekünk azt mondták az egyetemen, a társadalmi egyetemen, hogy a teljesítmény maximalizálása az az első számú, aminek egy edzőnek meg kell felelnie, és én mindig így is szemlélem az én sportolóimat, hogy nekem, én úgy készítek mindenkit, hogy világbajnok legyen, minimum. És hát elég jól szokott ez sikerülni, mert azért nagyon sok sikeres sportoló van most is itt, akik itt mindenki nyert már valamilyen versenyt a maga kategóriájában, ki kisebbet, ki nagyobbat. Óriási változásokon mentek keresztül a fiúk, lányok igazából, és ebben nagyon nagy szerepe van a kitartásuknak, a professzionális táplálkozásuknak, meg hát nyilván az elvégzett edzés munkának. Nem kellnek csillivilli edzőtermek 2000 négyzetméteren, meg mindenféle gépen, csak jó szakembereknek kell lenni. Tudni kell, hogy mit kell a testemnek adni azért, hogy a megfelelő ingert ugye kiváltsam abból, hogy izomnövekedés vagy bármi legyen belőle. Egy ilyen edzőteremben is bőven fel lehet készülni, aki megtanul edzeni, táplálkozni, az étrendkiegészítők világában egy picit otthonosabban mozog, sokkal jobban tud kinézni, mint egy olyan valaki, aki 2000 négyzetméter, minden gép megvan, minden lehetőség adott, de nem ért semmihez. Használjátok ki azt a lehetőséget, hogy itt van ez az edzőterem, éljetek vele, hozzátok be a sportolókat is egy ilyen edzőterembe. Nagyon jó közösséget lehet építeni, ez is egy ilyen dolog, hogy nagyon jó közösségépítő ereje is van ennek a sportnak. Nagyon jó nevelő ereje is van, hiszen a heti 3 edzés, rendszeres táplálkozás az egy olyan rutint ad az ember életébe, az ember mindennapjaiba, amiről tudod, hogy az mindig van. Tehát ugye a napok változnak, pörgés van, amit már ugye elmondtam, de azt tudod, hogy a kajálásod, az edzésed az mindig megvan. Ha lejössz ide, akkor tudod, hogy mindig azokkal az emberekkel fogsz találkozni, akiket kedvelsz, tudsz velük váltani néhány szót, ha rossz kedved van, felhúznak. Tehát igazából, és itt bent tudod hagyni az öltözőben talán a problémáidat, hogyha vannak esetleg. Tehát mindenféleképpen kell, hogy működjön egy ilyen edzőterem, és én tudom azt, hogy Peti ezt úgy fogja működtetni, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ti jól érezzétek itt magatokat, mert ő is imádja és szereti ezt a sportot, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő mindent meg fog ezért tenni. Úgyhogy most egy pár gondolat erejéig én akkor Noéminek átadnám a szót, hogy picit beszéljen arról, hogy egy kis település vidéki városból hogy lehet eljutni a világ nagy színpadai. Figyeltem én a táplálkozásomra, de nem tudtam, hogy például miket kell fogyasztani. Például azt hittem a siós kepire, hogy azt nyugodtan lehet inni, mert hogy ugye az gyümölcsökből van, és ezeket fogyasztottam. Vagy például ugye atlétika edzés után én hazamentem, és egy tepsi meleg szendvicset, egy tepsi pizzát én megettem, ugye annak tudatában, hogy úgy is ledolgozom, úgy is felhasználtam ugye azokon az energiákat, nyugodtan megehetem ezeket. Én olyan fajta voltam, hogy sosem mertem kiállni nagyobb tömeg elé, tehát többen is aggódtak miattam, hogy fogok én a közönség elé kiállni ugye a színpadra, és hogy fogom előadni magam.
megtörtént ugye az első színpadra lépésem, és a legnagyobb meglepetésemre ugye egyáltalán nem éreztem ott azt, hogy izgultam, nem foglalkoztatott az, hogy ott volt ugye a közönség, nem foglalkoztatott, hogy ott voltak ugye a nézők. És a másik meglepetés az volt számomra, hogy amit beletettem, ugye kőkemény munka, az ki is fizetődött, mert sikerült rögtön ugye az első versenyemen egy első helyezést elérnem. Itt jöttek a felkészülésembe a nehézségek, mert ugye mindenki azt látta, hogy edzőterembe járok, jól táplálkozok, meg eljárok munkába. Csak jöttek például azok a nehézségek, hogy Miskolcról Óz például nekem is nagyon messze volt, tehát 2 óra autóút volt Miskolcról oda, meg 2 óra volt vissza, ezért az energiámból ez jóval ugye levett, közben a derekamnál is különféle problémák adottak. Utána nagy szerencsémre sikerült áthelyeztetnem magam ugye a Miskolci kapitányságra, szóval azért ez már nagy segítség volt számomra, de még itt is adottak különféle nehézségek. Többféle világszervezetet említenék, amelyeknél versenyeztem. Például van az IMBA testépítő szövetség, az IBFA testépítő szövetség. Én az IMBA testépítő szövetségnél kezdtem el a pályafutásomat, ugye azok voltak a legelső versenyeim. Kezdetben nem mindig ugye első és dobogós helyezéseket sikerült szereznem, ami először nem is annyira motivált engem, mindig párom volt a segítségemre, hogy nem szabad ezt feladni, és nem kezdi úgy senki az egész életet, meg a versenyzést, hogy rögtön ott találja magát ugye a dobogón. Tehát próbáltam én se feladni ezt a harcot, annak ellenére, hogy azért a reggeli 4 órás kelések megnehezítik például egy versenyzőnek ugye a felkészítését, vagy például az, hogy egy versenyző ugye este 10-kor ér haza, hogy ugye én is, ez is azért nagy nehézségeket tud okozni. De mindig is az a fajta voltam, azok közé tartoztam, akik szerették úgy elérni az eredményeket az életben, hogy kemény munkával. Tehát sose voltam én is az a fajta, hogy csak úgy elémbe hullik a siker, és igazából nem is vágytam erre. Születésnapomon például már 3-4 éve szülinapi torta nem volt, mert ilyenkor nem engedhetem meg magamnak ezt sem. Tehát nagyon sok dologról lemond ilyenkor ugye az ember, főleg egy versenyző, mert nagyon szigorú egy versenydiéta, tehát olyan szinten, hogy nekünk már semmiféle gyümölcs sem fér bele, mert ugye gyümölcs cukrot tartalmaz. Ilyenkor nagyon oda kell figyelni arra tényleg, hogy például a húsokra én milyen ízesítőket használok, nem használhatok akármilyet, mert például valamelyik cukrot tartalmaz. Nagyon oda kell figyelni ugye a folyadékbevitelre azt, hogy milyen folyadékokat fogyasztok. Tehát különféle tényezők vannak, ugye, amik többféle nehézséget is szoktak okozni. Viszont amikor meg a színpadon ugye áll egy versenyző, és hazahozza ugye az aranyérmet, ahogyan nekem is sikerült ugye tavasszal még a kvalifikációs versenyek előtt, akkor meg ugye megérkeztem a kapitányságra, és akkor mindenki mondta, hogy hú, az igen, meg gratuláltak, és akkor úgymond utána azért ez kifizetődik. Meg sokan szokták kérdezni tőlem, hogy de hát miért csinálom, hogyha ennyi nehézséget okoz. Sokszor szokták tényleg látni az arcomon azt, hogy fáradt vagyok, kimerült vagyok, és na, mert még a másik dolog, amit meg szoktak kérdezni, hogy én mennyit edzek az edzőterembe. Tehát sokan azt hiszik, hogy egy versenyző például egész nap az edzőteremben van. Én körülbelül egy nap 1 óra, 2 óra hosszát töltök az edzőterembe, de 2 óra hosszát is csak akkor, ha mondjuk van egy kardiós edzésem, tehát nem többet. Nálam is az okozza inkább a nehézséget, ha lehetne, én egész nap például szívesen edzenik az edzőterembe. Itt a táplálkozás, ami nekem is nagyon nehéz. Hogyha kíváncsiak vagytok egyébként arra, hogy egy versenyző mondjuk hogyan táplálkozik, én röviden elmondanám ugye az én egy teljes napomat, hogy hogy zajlik mondjuk egy napom.
Tehát én úgy szoktam a napjaimat élni, hogy ugye én például 4 órakor felkelek minden nap, 17:30 bemegyek én az edzőterembe, megtartom ugye az első vendégemnek az edzést 6:30, 6:30-tól, hogyha van időm, akkor én 7:30-ig általában meg szoktam csinálni saját magamnak ugye a súlyzós edzését. Én ezt követően megyek be ugye 8:00-ra ugye a kapitányságra dolgozni, délután 4 óráig szoktam lenni ott, ott szoktam ugye a 3 főétkezésem elfogyasztani, és 4 óra után szoktam menni általában ilyen este 8:00-ig dolgozni tovább az edzőteremben, mert ugye a vendégek várnak ott is, és akkor én 8 óra, 9 óra környékén szoktam megcsinálni a napi 40 perc kardiós edzésemet. A táplálkozásom pedig úgy szokott kinézni egy ilyen felkészülésben, ami azért elég szigorú. Én reggelire tojásrántottát szoktam enni, ami úgy néz ki, hogy én tojásfehérje levet szoktam vásárolni egyébként a metróba, azért is a tojásfehérje levet választottam, mert így a sárgáját ugye nem kell kidobálni ugye a rossz zsírok miatt, tehát én kiszoktam mérni 200 ml tojásfehérjét szépen sékerbe, én ahhoz szoktam tenni egy egész tojást, teszek hozzá zöld fűszereket, én azt szépen összekavarom, serpenyőn szépen kisütöm, és úgy szoktam ugye megenni a rántottát, hozzájár ugye 4 darab puffasztott rizs, mert ez is gramra pontosan ki van számolva. Rá 3 óra hosszára, vagy például, hogyha súlyzós edzésem van délelőtt, akkor én egy 50 g apró szemű zabból szoktam elkészíteni a zabkásámat, ami úgymond a napon fénypontja, és mégpedig azért, mert egy kis desszert ez nekem, tehát 50 g apró szemű zabból megcsinálom ugye a zabkását, teszek hozzá egy kis adagoló kanál fehérjét, gyümölcsöt már ilyenkor ugye a versenyzők nem tehetnek rá, és még meg szoktam szórni fahérral. A napom többi részében elosztik ugye a 3 főétkezésem, ami általában nekem csirkemellből szokott összetevődni. Napi 800-900 g csirke mellett fogyasztok, ugye azért nagyon magas intenzitású edzéseket végzek, és nagyon magas súlyokkal dolgozom, ezért sokszor még ez a napi 800 g csirkemell is kevésnek szoktam ugye érezni. És hozzá egy napén 150 g-nyi rizst szoktam magamnak megpárolni, ugye most ebben a szakaszban már, és folyamatosan ilyenkor ugye veszem el ugye a szénhidrátot, a rizsre maximum bazsalikomot és különféle zöld fűszereket szoktam tenni, és még megsózom. Vacsorára pedig ismét tojásrántottát szoktam fogyasztani, ugyanúgy, ahogy a reggelimet elfogyasztom, és ezt az étkezést én tényleg egy ilyen 12-15 hétig minden nap ugye így étkezem. Úgyhogy leginkább, ami a nehézséget okozza, az ez. Tehát az, hogy minden nap ugyanazt tenni, ugye a monotonitás. De viszont ami meg talán könnyebbség az, hogy van egy rendszer ugye az életemben. Ha bemegyek a boltba, akkor nem kell azon gondolkodnom tényleg, hogy mit vegyek, mert csak a tojáshoz kell mennem, a csirkemellhez és ugye a zöldségekhez. Sokszor ugye azért az embert ugye ingerültebbé teszi egy ilyen fajta táplálkozás, fáradékonyabbá. Azért sokszor én is szoktam vágyulni különféle rossz minőségű ételek után, vagy csak szimplán megennék egy jó szendvicset, tehát nagyon sokszor van ez így, és nekem is sokszor kell az, hogy ugye otthon megdorgáljanak, hogy szedjem össze magam, és ne is ilyeneken gondolkozzak, hanem van egy célom, és hogyha tényleg, hogyha van nektek is egy célotok, akkor azt igenis én azt javasolnám, hogy ki kell tűzni egy célt, és nem drasztikus módszerekkel kell elkezdeni változni, hanem mondjuk, hogyha eddig reggelire kakaós csigát fogyasztottatok, akkor azt cseréljük le mondjuk zabkására. Ha mondjuk eddig 10 percet kardióztatok, akkor próbáljuk azt megemelni 15-20 percre, vagy hogyha mondjuk lépcsőházban éltek, akkor lift helyett kezdjük el használni ugye a lépcsőt, tehát ilyen apró dolgokon nem szabad rögtön ugye drasztikusan elkezdeni ezeket a dolgokat, mert akkor teljesen kikészül az ember, és nagyon hamar föl fogja adni. Tehát ez szokott akkor is történni általában, amikor mondjuk az emberek új évkor elhatározzák azt, hogy január 1-től én elkezdek edzőterembe járni, és lefogyok, és mindenféle szigorú diétába, szigorú táplálkozásokba kezdenek. Vagy például elkezdenek úgy táplálkozni, hogy nem fogyasztanak szénhidrátot. Nagyon sok vendégem úgy jött például hozzám,
amiről mesélnék is egy kicsit, hogy tehát nem fogyasztott szénhidrátot, és akkor abban a tudatban volt, hogy ő akkor így le fog fogyni. Na de ugye mi történt? Nem fogyasztott el a szénhidrátot, szépen ugye belassult ugye az anyagcseréje, és javasoltam neki, hogy akkor szépen kezdjünk el szénhidrátot enni. Eltelt egy hét, és akkor jött hozzám, hogy hú, képzeld el, beindult a fogyásom, és WC-re is tudok menni. Vagy például volt egy másik eset, megkeresett most engem egy 30 éves doktornő, aki egyébként 47 kiló, 58 kilóról fogyott le 47-re, tehát nagyon vékony, tömegelni szeretne, egy kis izomtömeget kell felpakolni. Ugye az izomtömeg felpakoláshoz azért az egyik alapvető forrás, ugye a jó minőségű összetett szénhidrát, tehát így kellett ugye belülnöm ugye a edzéstervét és ugye az étrendjét, és mondtam is neki a szénhidrát mennyiséget, amit el kell fogyasztani, és rám nézett nagy kidüllett szemekkel, de hát, hogy ő ezt a nagy mennyiséget hogy fogja megenni, nem fogja tudni elfogyasztani. Mondtam neki, hogy próbáljuk ki egy hétig csináld, és majd elmondod, hogy mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban. El is telt egy hét, és pont tegnap találkoztam egyébként ezzel a vendégemmel, aki rögtön úgy kezdte, hogy képzeld el, reggel 5 órakor keltem, mert annyira éhes voltam. Azt tudom nektek javasolni tényleg, hogyha van egy célotok, akkor nem szabad feladni, mert bármennyire nehéz is egyébként az út, vagy bármennyire nehéznek gondoljátok, azon felül lehet egyébként kerekedni. Tényleg az ember életében nagyon sok dolog történik, ami nehézséget okoz, és úgy gondolja, hogy legszívesebben akkor feladná, de amikor meg kemény munkával és tényleg kőkemény kitartással eléritek ugye a célotok, akkor meg arra úgy fogtok visszagondolni az előtte levő időszakra, hogy milyen szép utat jártatok be, még akkor is, hogyha nehéz volt, mert azt szokták mondani, hogy nem a végcél teszi ugye boldoggá az embert, hanem az odáig megtett út.